Szerbusztok, itt egy Miharu, és elhoztam nektek újra a Sims 4-et. Méghozzá felhívtatok rá a figyelmemet, hogy egy jó páron, hogy kijött a Sims 4-nek egy következő, hát ilyen kiegészítője, úgyhogy azt is megszereztem, és ezáltal megvan. Tehát nem tudok mit mondani. Ugye egy sokkal így megváltozott maga az egész, idézesen mondhatni, játék. Ugyanis ez a kiegészítő ez az lenne, mégpedig, hogy a karaktereink elmennek dolgozni, vagy iskolába, vagy stb. És azt igazából lehet őket irányítani, hogy mit csináljanak maguk a munkahelyen, meg valami ilyesmi. Na mindegy, nem próbáltam ki, szóval az első reakciók azok itt lesznek veletek. Ja, és még amit akartatok, hogy tegyek bele más karaktereket is. És maximum azt hiszem csak 80 lehetnek, ezért beraktam még a ti kedvenceiteket, amit a legtöbben akartatok, és méghozzá akkor bejött játékba a Kentin és Armin. Na, akkor, de közben felfedeztem ezt az új bigyót, tehát itt lakunk most, és ez nagyon jó kis interakciók, itt feljönnek itt ezek is valami, ez a világító torony. Illetve van az a Oasis Springs, tehát itt egy kis dino jön ki, illetve itt fogunk, egy gőzhajó. Tehát itt fogunk dolgozni, ezt még én sem láttam, tehát ez így érdekel, és ez csak ennyi. Ennyi. Jó, hát ez valami ruházati cuccimuccik, meg ilyesmik. Jó, és ide mit lehet csinálni? Nem tudjuk. Ha, jó. Ja, most akkor itt lakunk, és akkor... Ez mi? Hát, lényszarvas, ez mi? Ez mi? Nem tudom. És mit lehet csinálni? Hogy mi ez a nagy szarvas, vagy? Mi ez? Hát mi ez? És hát lehet házat venni. Jaj, ez a múltkori kiegészítőben is benne volt vajon? Mert hogy én legalábbis nem vettem észre, ugye a múltkori kiegészítőben benne voltak, amit láthatatok a Jaj, itt lehet izélni. Vagy, na, értsétek! Itt is itt lehet, itt 111 dollár per nap. Gazdagok vagyunk. 893 per nap! What the hell? Ja, itt nyaralni lehet, gondolom én, vagy túrázni, vagy ilyen. Hát ide elhozom a kis családomat. Behalsztok. Ez szerintem ez kell, mert ugye nagyon sokan vagyunk, már 80 vagyunk, úgyhogy... Na, hát ez tetszetős. És az... ez egy park. Na, tudom, majd... Jaj, csuklok, valaki közben emleget, de semmi probléma. Tehát ez nagyon király, te. Atya Jézus. Na, jó, hát akkor kezdjük el a játékot. Én is akartam tovább szabadulni, igazából azt, mint láthatjátok, hogy... Nagyon sokan vagyunk, úgyhogy még a házat se rendeztem át, csak gyors beraktam nektek ezeket a... Az új két karaktert. Armint és... Alexit. Úgyhogy... Ja, úgyhogy szerintem... Ennyi. Ennyi bizony. Akkor... Mit is meséljek nektek? Ja igen, hogy még azt is kérdeztem tőletek, hogy hogyan kell ültetni. Elolvastam, hogyan kell ültetni, és hogyan kell vékonnyá tenni a karakteremet. De meg kell nektek mondjam a... Ez mi volt? Jó, el kell mondjam nektek az igazságot, hogy már tökre elfelejtettem. Hajjaj. Jó, hát... mindenki... Hát... Okay. No, hát... Na, hát szóval keressük meg Armint. Ja igen, őt ilyen számítógépes... Jaj... Buznyákára tettem. Ugyanis már, mint tudjuk, hogy eléggé... Meg vékony, tehát ők vékonyak. Milyen senki van? Jézusom, milyen senki van? Már bocs, de ez mi? Erre nem figyeltem oda! Jézus Isten! Várjátok, lejök kell fordítsam ezt a képernyőt.
Jézusom, ez micsoda Hát elég ilyen markolni való ilyen. Na jó, hagyjuk tovább, menjünk tovább. Akkor szegény Alexnek is ilyen. Állj föl! Gyere ide! Csapassam, dozsaség! No, hát akkor mi történt a karakteremmel? What? Oh my god! Hát ez egy postaláda? Hát ez fantasztikus! Hol az előző postalábánk akkor? Ah, ott van! Ah, most termelődött be a konyhába egy postaláda. És most a fejemen van. Éljen! Alig vártam egy postaládába, a fejemen ilyen rohangáljak! Ej, de jó! Ezt a meccset úgy kitörő? Vajon? Megoldjuk így. Hey! Okay. Most már nincs egy postaláda a fejemen. Örüljünk. Nagyon boldog vagyok, úgy látszik. Na Kastel, mikor mész már dolgozni? Holnap. Mindenki itt néz tévét. Igazán izgalmatos. És szívderítő. Nos, oké. Ja, igen, megvan, mit akartam még csinálni. A nagy seggemmel. Ha már itt vagyunk. Ez mi? Valahova megyek. Intenzíven. De vajon hova? Hiha. Nagyon elvonultam a világtól. Wow. Hát fekszek? Hát ez... Most csillagokat nézek? Fényes nappal? Megtehetem, mert Jampi vagyok. Na de... Várjunk. És hogy lehet akkor elmenni oda a különleges helyre? Ah, okostelefon. Jó, ez már megint a Sims 3-hoz vagyok szokva, megint keresem a izéket. Aha, ott van. Vakáció nap. Ja, munkahelyben. Telefonálok. Így van. Jó. Ja nem. Így, és... Igen, és akkor go vakáció. Na, go vakáció. Ja, ezeket be kell jelölni.
1, 2, 3, 4, 5, 6, meg mind a heten, oké. Okay. Jó, akkor vakációra megyünk! És remélem oda megyünk, ahova gondolom, legalábbis. Nagyon remélem, igazából. És akkor ki lehet válaszni azt a... Ah, ide bizony! Juhéj! És ide is lehet menni. De mondjuk erre gondoltam, ez a kis, ez a ház, ez is jól néz ki, de ez is nagyon király, úgyhogy ide megyünk. Jaj, nem. 7 nap? Hű, az nem lesz túl sok. Nem baj, egy hétre elmegyünk oda. 6000 pénzért, ah, megoldjuk. Olyan gazdagok vagyunk, hogy megtehetjük, figyeld. Közben Castiennek dolgozni kell menni, de az senkit nem érdekel. Eseménytelen lesz ez a 7 nap. Látod, túl sokat állítottam be? Ki tudja. Vagy ne? Na, töltsél be! Aztán lássuk a dolgokat. És izgalmas lehet végül ez az új kieg. Tetszik, eddig legalábbis bejön. Oho, oho, megérkeztünk. Ó, hogy milyen szép sorba vagyunk. Figyeljetek, nézzétek. Ezt a sort vessétek meg. És tornasorba gyalakozó. Na, jó, oké. Mielőtt még így beindítom a játékot, azért szét kéne nézni, mert azért csak na. Ja, és itt van középen az valami izébigyó. Az a... Az. Jó, ez egy... Aha! Értem. Jaj, de király, lehet kertészkedni. Ez eddig tök jól néz ki. Ezt eddig mi nem láttam. Jaj, és akkor itt lehet... ilyen ki van világítva éjszaka. Hú. Ezt meg kell lesni. Itt is ez is ilyen kis tábor. Ide is tudtunk volna jönni olcsó pénzért, ugye? Azt, a micsoda erdőség. Ez azért... Na. Ide is tudtunk volna jönni jó pénzért, vagyis olcsó pénzért. Jó, csak körbenézem a, ugye ezt a helyet, már eléggé nekem tetszetős. Ó, oh, wow! Szeretem a vizet egyébként. Ez alapból így. És mi itt vagyunk? Ej, de király! Akkor ez tök jó. Itt van vizecske, meg tudom én. Ha! Behalás! Behalás! És ott is kis házak, és akkor így, aha. Hű. Nézzük csak ezt, ezt. Fú, ez is nagyon jól néz ki. Na nézzük is, amiben most vagyunk. Hűha. Külön is fel lehet menni. Na nézzük, alsó rész, konyha, ebédlő, egy kis nappaliszerűség. Lent is van egy háló, ugyebár fürdővel, meg itt egy kis valami van, nem tudom. Jó, akkor menjünk föl. Hol is lehet fölmenni? Várjátok, már megint Sims 3-ban vagyok. Ja igen, aha, és akkor ott is fel lehet menni, meg kívülről is fel lehet menni a teraszra. Ez nagyon király. Ja igen, és akkor fürdő, fürdő, kétszemélyes, kétszemélyes. Jó, akkor 1, 2, 3, 4, 5, 6, és pont elfér 8 ember. Azt a mindenit, pont elférünk. Ha. Azért az úgy jó, konkrét, mert ugye itt 2, itt 4, és akkor itt is még 2, meg lent is 2. Mármint ugye az a két személyes ágyon talán. Attól függ, hogy ki fognak egymást mehet aludni. Ja, na jó, akkor indítsuk tovább a játékot. Akkor indítottuk. Ez azért, ez király. És... Ez tetszik. Ah, most inkább ne gyújtsunk tüzet. Itt lehet játszani, lehet ülni, ugye. A vízben nem lehet csinálni semmit.
Aha, csak itt lehet gondom horgászni. Szomszédba. Hát igen, nekünk kellett egy nagyobb ház, mert rengetegen vagyunk. Ó, játék megy. Itt benne állunk egymásban, az úgy jó. Csak hogy, mi van? És én hol vagyok már? Ja, a Kenti van szerelmet, az a nagy seggemnek. Ej, de jó. Na, akkor játszunk. Én belúvnya. Na, tudtam, hogy... És ennek örül? Na, majd én megmutatom, hogy kell. Kentin? Alexi már azért már beforrósodott a hangulat. Elég erőteljesen már le van vetkőzve. Jaj, nem játszok, megbeszéltük, jól van. Oh, jönnek a szúnyogok! Ejj! Nem bár, itt csinálok egy kis... Egy kis... Mit csináljak? Mondjuk egy kis ilyet. Ez jó lesz nekik. Szerintem legalábbis, mert úgy csak kapnak más, tehát ez van. Ezt kell szeretni. Közben fejlesztem itt a... Úristen, mekkora seggem van! Jó. Hát nem tűnik elég bizalomgerjesztőnek ez a... Pedig szakáncsként dolgozik a karakter. Hát azért ilyen kövér, nem? Nagyon ügyes vagy! Na nézzük csak. Kitűnő minőségűt csináltam. Na, akkor éhes vagy nem vagy. Nem. Juhé! Mit lehet még itt csinálni? Ez itt kicsoda. Ez itt az őr! Hello! Hello néni! Vagy bácsi. Hello néni! Hello, néni! Oho! Jó, ezeket kipróbáljuk, mik ezek. Pontosan, hogy mit csinál. Ah, itt van Pierce! Vagyis hasonló. Csak középen lenyírta a szőrét. A szőrét! Jól van. Ajaj! Na, megint történt valami. Ja, hogy el lehet menni túrázni, értem. Oda is. Ja, itt most van ember. Aha. Itt is van ember. Itt is van. Ezt viszont megnézzük, ezt a parkot. Tele fűvel, fával. Érdekesen néz ki. Na, töltse be azt, haladjunk, édes asszony! Meg is érkeztünk, jubé! What? Ja, hogy itt ők most ebbe a park pigyóba? Ígyni? Nagy hegyek, völgyek, fák között. Lehet majd horgázni! Vagy... ott egy sasmadár! Sasmadár, gyere ide! Majd valami repül legalábbis. Lehet horgászni, igen. És akkor... mert átjön a túloldalra? Nem. Ott csak a sasmadár repülhet. Sasmadár! Ott egy gyerek meg kell menteni! Mi csinálsz? Nem egy gyerek. Olyan pici voltál, hogy azt hittem, hogy gyerek vagy.
Eskü, itt van valaki más. De ez így milyen jól néz ki már, hogy így tudok én is közlekedni, mint a Sims. Valamint így ilyen Sims-es... izébe. Na, azt jól megmondtam. Tehát ilyen a Sims földön. Wow, ott játszok. Hát ez nagyon sirály. Valamint, hogy magint ez így, ez a kinézet. Tehát, hogy ezt azért jól megcsinálták. Úgy gondolom. Madarak! Vagy mik azok? Sitakötők! Bogarak! Gyertek ide, sitakötők! Olyan hangjuk van, mint az izéknek, ilyen... Letépik a karomat! És megvan! És elraktam! Jézus Isten, mit csinál? Ilyen egy vadállat vagyok. Na jó. És akkor itt be lehet... Az ott mi? Hó! Itt vannak ilyen felfedező izék! Hát én felfedezem, halljátok, behalok. Ha ott döglök meg a lyukban, akkor is megfelfedezem. Ez nagyon zsír. Hát ez nagyon zsír. Te, itt egy hobbit lakik. Na fuss ide a hobbithoz! Na menjél be! Na menjél befelé! Mit látsz? Na mi az? Ezek a madárhangok is mekkora jók. Na? Semmi. Mondom, egy sasmadár! Egy sasmadár leveg! Ó, a lába meg elzsibbadt útközben. Na, semmi baj. Sólyom! Sólyom, sas! Sas, sólyom! Vannak a halak? Hogy ugrálnak kifelé, öcsém? Mik ezek? Pisztrángok! Na, gyerünk! Ha lesz fel van még egyszer, gyerünk! Ez az. Sötétbe kell bemenni. Dehogy érzed magad? Aj, te lúvnya! Ne vakaróz már, mint egy... Tessék, menj befelé. Haladjál. Nem merjél kijönni, mert úgy megverlek, hogy... Ketté áll a fület forgan. Tessék felfedezni. Na nézzük. Na? Milyen volt? Menjünk még egyszer. Sokszor be kell menni. Na, gyerünk, valami izgalmasat találjál! Csak ne egy medvét. Valami csillogott láttam. Ja nem. Az csak egy virág. Azt hittem, hogy valami csillogósdit találtam. Sétálj tovább, vagy azt mondja, hogy megállsz, vagy megállsz. Na? Aj. Vizes lettem. Na, mi ez a fej? Aj. Wow. Igen.
Jól néz ki. Bárki bármit mondjon, nekem ez jól néz ki. Haladjál, asszony. És menj vissza a izéjékhez, mert különben az lesz. Milyen sok szúnyog van, vagy valami ilyesmi. Na mi az? Gyerünk már! Ej! Sok ez a másodperc, mint feszítünk ez a töltéssel? Vagy nem? Na, visszatértem, mondom! Sáskacok, csak voltam otthon, meg erdőben, meg izé... A srácok hol vannak? Ja jó, várjtok, ezért ellenőrzöm. Castiel dobálgat. Jó. Nathaniel, olvasd, mi meglepő. WC-n, Luvnya az ott jön, azt láttam. Kentin áldogál. Kezet mos, és Armin pedig kint áll. Hát ez fantasztikus. Igen, nézem, hogy igen, ő kémet nézni magát, mert nem igazán szereti a természetet. Ez az, összevesznek. Harbin Batuna. Gyerünk, veszetek össze. Ez miért van így? Egyfolytában. Öltöz már fel, asszony. Senkit nem, őt nem érdekli. Jó, én már alszok, nekem ez túl sok volt. Pogokról álmodok. Akkor rémálmaim lehetnek. Hát, ez király. És most hadd mutassam be nektek szuper Miharut. Ugye sikerült megcsinálnom azt, hogy... vékonyabb lett, nem olyan nagy a segge. Pontosabban azt a szélességet megtartottam, hogy alapból igazából is nekem széles a csípőm. De azért akkor a lábam nincs. Azt mondom, nem ette meg senki? Ó. Oh. Ja igen, és közben megalkottam szuper Miharut. Megnézzük, hogy megy neki a játék szuper Miharuna. Ne csapkod a izéket! Te nagy lenne így a hasuk, nem? Na, szuper Miharu, csapassad neki! Mikor következek? Bezzeg mindenki bejön elém. Én meg türelmesen várok. Vagy hogy van ez? Ma akarom mutatni, mit tud a szuper Miharu, erre nézd meg. Én meg itt én nagyon jobban vagyok. Hát ez behalás. Várjatok, eszem jutott, hogy nem túl sok itt a pasi. Tehát így... Ez így... Elég durva. Vagyis... Szerintem... Azt a mindenit. Jó, ma megbeszéltük. Na, most Miharu! Most! Nem! Gyerünk! Tessék! Szuper Miharu! Gyerünk, szuper Miharu! Szuper Miharu! Jep! Ez... nagyon szuper Miharus volt. Gyerünk, szuper Miharu! Gyerünk! De legalább közel jár! Ez a játék? Állunk egymás mellett? Na azért. Kapom itt a pénzt, csak nem értem, hogy miért. Vagy lehet, hogy a ruhát adták el a bigyóba, nem? Menjél, Luvnya, mutasd meg, mit tudsz. Tudom, hogy nem tudsz semmit. De Castiel! De ez így mi már? Jézusom! Hát ez fantasztikus. Na jó, tudjátok mit? Akkor közbe. Jézus. Összehozzuk a Kentint és az Armint. Vagy a Alexit. Mirvalis.
Na, mi van? Does. Jézus Isten! Gyerek vékonynak tűnik, de oldalról meg ilyen kis husi bogyó. Jézusom! Már belegyek zavarodva a sok emberbe. Kellett nekem ennyi? Te jó ég. Viszont kíváncsi vagyok arra, hogy mi van, hogyha... Remetleg kifizettem a számlákat, a tartozást. Durva. Ja. Hazautazok, vége a vakációnak. Én ezt nem bírom. Túl nagy a felelősség! Én orvos vagyok! Nekem meg kell mentem az életeket! Ó, hazajöttünk! Hála Istennek! Na, megint milyen szép sorban vagyunk! Megirigyelhetni akárki. Na. Hogy elhúztak már? Na jó. Ja, most megijedtem, hogy nekem nincsen. What? De hát én karriert váltottam. Ja, de a skillek megmaradtak. Hála jó Istennek. De hát én... Na de hát... Jézus Isten! Ez mi volt? Újra karriert kell váltanom. Na meg is vagyunk, karriert váltottam. Ja, el kell indulnom. Na végre. Ó! Oh. Az elromlott. Kicseréljük. Úgy né. Csak úgy kicsaptuk. Na azt mondja, hogy holnap mehet dolgozni. Ú, de kíváncsi vagyok. Na, addig felgyorsítjuk az időt, hogy mégis mi a harci helyzet. Úgy döntöttem, hogy én meg viszont magot fogok ültetni. Méghozzá... Ilyet. Ilyet. Nem. Ja, mondtátok, hogy hogyan kell. És azt mondtátok, hogy... benne van az inventory-ba, és akkor rá kell húzni, vagy... Vagy mi van? Nem értem. Jó. Mi a béna? Jó van, béna vagyok, azt akkor mi van? Tényleg, hogyan kell ültetni? Akkor nem rá kell húzni. Akkor vissza az inventory-ba. Kinyitottam? Kinyitottam, igen, és akkor így kell ráhúzni? Úgy kell ráhúzni. Jó, van, nem vagyok béna. Annyi, mit gondoltam. Mi az? Bigyóka, meg bigyó. Normál. Hú, álljuk akkor, igen. És a legdrágább, ez a farmer bigyó. És akkor ezt, és akkor ki kell nyitni, és akkor open, juppiri! No, jó, fú, de jó vagyok, azt a mindenit. Na, akkor. Én most ültetek. No, akkor, lássuk azt a medvét. Ha már erre is rájöttem. A segítségetekkel természetesen. Mushroom. Most akkor. Egy óra múlva. Emedbe. Jön az autó érte. És megy dolgozni. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy... Hogy mi lesz.
Ah. Nem, akkor nem ez volt. Hogy ő csatlakozik-e? Szerintem akkor hát, hogy az volt, hogy ő csatlakozik-e a munkához egyedül. Vagy éppen nem akartuk látni. Na jó. Hát akkor... többiek azok otthon el vannak. Jó. Na, akkor bejöttünk a... kórházba. Azt a mindenit. Azért ez hatalmas város, és miért nem itt lakunk? Ez tök igazságtalan. Ilyen nagy házba akarok lakni, vagy itt ebben, vagy ebben a nagyba. Ez még nagyon hiányzik szerintem a Sims 4-ből. Hogy... hogy lehessen... azt a mindenit. Lehessen váltani. Ugyebár, de annyira jól megcsinálják én szerintem, tehát így magát így a környezetet, ezt nagyon gyönyörűen meg tudják csinálni, de... na mindegy, na nézzük, mit kell dolgozzak. Hát ilyen... azokat tudod analizálni. Á, itt vannak a vizsgálók. Aha. Lol. Ezek a kórházi ágyak igazából. De jó infúzió. De jó infúzió. Ez ami... ajaj. Ami nagyon cucc. Azt mondja, hogy nem tudom mert használni, mert izé. Jó, megbeszéltük. Most mit csinálok? Szerelek? Hm. Az konkrét. Ott a Doki néni. Gyerekeknek egy kis leülőke. Hát nem úgy néz ki, mint egy igazi... amit nem úgy néz ki, mint egy magyar kórház. Azt be kell vallani. Mert azért egy magyar kórház eléggé... eléggé nem így néz ki. Ugye fürdőszoba, vagy egy kis izé. Itt gondolom itt a... felmérjük. Itt akkor a konyha, mint ugye az étkezője a... ha! Nagyon... jó, érdekes, érdekes. Az nagyon komoly. Ő felnőtt. Én meg... fiatal felnőtt vagyok. Tényleg úgy csinál, mint egy titkárnő. Össze-vissza. A sok ülést nagy lett a segged. Na, tessék. Hát igen. Én mindig szerelek. What the hell? Ennyi. Hát ez nem túl izgalmas eddig. A munkák azok általában nem izgalmasak. Ó. Kaptam 184 piszt. De miért? Tehát... váltottam. Ez hülyeség. Szerintem ki kellene lépjek erről a munkahelyről, bármint hogy nem itt, ahol most vagyok, hanem ami itt van, itt szerepel itt. És akkor max akkor tudom átadni, mert kód, de ezek szerint mindig visszamegy. Tehát hiába is akarom. De most mi van? Meddig szerelek még? Vagy... ja, ott mutatja, várjátok, akkor begyorsítom az időt. Csapassad neki. Vagy nem. Tudós vagyok, genyó. Azt fogom analizálni. Mekkora tudós vagyok, figyeld. Azt nem... de ez olyan, mint a izébe a... mi az? Mint amiben tárolnak a dinoszaurusznak a sejtjeit, nem? Dinoszaurus sejtet csinálok? Ú, ez a Jurassic Park. Behalsz. Thank you.
Nagyon értek hozzá. Szerintem azt tudom, hogy mit csinálok, de csinálom. Aha. Aha! Szóval érted, miről van szó, mert én nem. Analizáljuk mondjuk az almát. Na jó, nem. Mi? Persze, ahogy mondod. Jézus Istenem! Egyre múlva véget ér a munka. Hála jó Istennek! Ajaj. Doktor! Leg-nek hívják. Leg. Kéleg. Vagy Kai. Kéleg. González. González kisasszony. Én nekem azt mondom magának, hogy ez az egy munka egész nagy hülyeség. Komolyan mondom. Nincs egyetlen betegünk se egész nap. De uncsi, de itt sem is dolgozok itt senki, csak hárman vagyunk. Pedig itt is kéne lenni, hogy mindenki legyen beteg és legyen kórházban, sok-sok ember. Na jó, akkor inkább tudjátok mit? Elmegyek nem izének, orvosnak, hanem mondjuk kipróbálom a másik hivatást, a bűnözőset. Majd nem a bűnöző, hanem az orvosost. Elérkezett az idő. Kicsit felpörgettem nektek a dolgokat. Mármint adnak az ügyében, hogy elmenjek a... ugye a rendőrségre dolgozni. Úgyhogy... erre most nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez hogy fog igazából kinézni. Aha, rendőr. Police station. Azaz rendőrkapitányság, vagy rendőrség, maga rendőrépület. Ehhe. Ja, hogy ez itt a kórház. Ez itt a rendőrség. Vele szembe. Akkor még valamit itt lennie kell. Ugye, mert van rendőrség, kórház és van kutatólabor. Akkor szerintem egybe van a három valahogy. Vagy nem. Így igazából. Ezek szerint... Nem... Nincs itt semmi. Ugye a jó kis házakon kívül. Még tök jól néznek ki. És... ez is most nézd meg, mekkora királyság. Most nézd meg! Közelebb is megyek. De bár nem lehet megtekinteni, csak... kis kávézó, meg... Ups, ez eltűnt onnan. Ez itt cukrászda. Tortásos. Meg ilyenek. Cseh, jó lenne, ha működne ugyebár, mint a Sims 3-ba. Jó van, akkor én itt... Ó. Szóval nekem az itt a munkahelyem. Majd ott kell ülnöm. Hát... mi is a munkaköröm? Kadét vagyok. Hát, ez itt ilyen kihallgató. Várj csak. Aha. Na, nézzük körbe. Na, akkor bejönnek itt ugye az emberek. Azt mondja, hogy itt analizáljuk az új lenyomatokat és a DNS mintát. Na jó, csak DNS mintát. Ez itt a főnök irodája, fogadjunk. Aki én leszek. Ez itt ilyen eligazító, gondolom én. Ugye az emelp az majd később. Ugye öltöző, illetve fürdő is, ugye izé... nagyon király. És hátul is ki lehet menni. Jó, ugye de zárjuk be az előzetes rendizsét, aha. Itt vesszük le a emberkéknek a bigyókáját.
És nem ős, nem fekszik senki se a börtönbe. De Kálit is az előzetesek, és itt ezek már le vannak csukott, lecsukottak. Én is tipikus ilyen izé vagyok. Ja, és nézzük fenn az emeletre, akkor... Ajaj, itt ilyen maga a kantin. Mármint ugye az étkező, és akkor ugye a... Mert csak itt dísz. Vagy ki lehet nagyobbítani. Vagy. Csak én nem tudom. Most így jelen pillanatban. De megcsináltam, hogy lehessen. Ugye? Lehessen buildezni. Wow! Na nézzük, mi van itt. No, akkor nagyjából berendeztem a szobát, ugye a rendőrkapitányságot. No, ugye, ugye itt maga itt a konyha, akkor itt ez egy ilyen fődetektíves iroda valami lenne. És akkor ugye itt vannak ilyen különböző szobák. Ja, rendőröknek hogy tudjanak ott aludni, hogyha benti készenlétben vannak. Jó. És én még tovább dolgozom. Még mindig. Ejj. De itt ott a munkaidő. Azt mondja, hogy délután 5-ig. Menj, hol az idő? Ott van. Ó! Nagyon sok még, mire az eltelik a munkaidő. No. Akkor végül is időközben... Ó, láttam egy csokit. Szóval időközben... Ugye, visszajöttem a munkahelyre, ez a második nap, azt hiszem, vagy... Hanyadik? Három... Ja, és akkor vakáció... Nem mindegy. Igen. Szóval... most már vannak itt emberek a munkahelyen, tehát nem csak én. Személy szerint, hanem azért mindenhol vannak. Vannak laborosok, várj csak, hogy hívják? Labortechnikus, Ja, főnök. Én meg csak ilyen kis, én csak egy kadét vagyok. Mit csinálok, mint kadét? Jézus Isten! Látszik, megint tökéletes dolgokkal töltjük el a munkaidőnket. Valaki jön bejelenteni valamit. Aha. Mindenki Facebookozik, behalok. Komolyan. Na. Ez egy női börtön. Bűnöző. Bűnöző. Ez azért durva. Szerintem. Wow. Most aztán vannak itt emberek. Nézzük az emeletet, amit megcsináltam. Itt is van. Azért. Ha. Szóval, jól van, és akkor jó. Aha.
azt mondja, írni a rendőrségi adatbázist. Tök jól áll nekem ez a szerelés. Na, végre, édes Istenem. Hazaérkeztem. Szerintem is. Na de, még nem mutattam meg nektek a... Inkább kilépek a munkahelyről. Nem akarok többet rendőrön, érted? Ez tök hülyeség. Igen, kilépek. Daruci megmaradt. Haha. Na. Let me take a selfie. Igazi sztár vagyok. Útközben azért szeretném nektek megmutatni, mit építettem. Méghozzá saját karriert lehet ugye csinálni. És csináltam egy ilyen tehát butikot, ugye kiléptem a rendőrséget, tehát még a ruha még rajtam maradt. De csináltam egy ilyen szalont, mondhatni. És épp takarítok, tök jó. És ez az én kis üzletem. És akkor az a lényeg, hogy van itt egy tehát ilyen butik, ilyen vásárlós, és ugye lehet itt azon kívül közben, ezt nem adjuk el, hanem mondjuk a romantikus csatornát berakom, mint a hölgyeknek, ugye? Romantik csatorna! Na, csapassad a romantik csatornát. És itt lehet, itt elég sok mindent meg lehet venni. És akkor itt lehet, van egy külön kis süteményes itt mellette, nem nagy, éppen elég. És akkor van, a kis vásárlás közben lehet hamihamizni, ha bár nem igazán hamihamiznak. És nem értem miért, pedig rengeteget sütöttem. És mindegyik eladó. Szemetek. Nem. Lehet, hogy ingyen kéne adni, most adom a kajákat. Vajon? Legalább van itt egy nézelődő. Ma más nem jön be. Szomorú. Hát jól van. Mit csinálok? Tisztítok. Jó, hát akkor szerintem így befejezem a videót, és a legközelebb folytatom. Aztán mondjátok meg az észrevételeiteket, hogy mit szeretnétek látni, mire vagytok kíváncsiak, és stb. Stb. Úgyhogy köszönöm, hogy néztetek, és közben pocolgatom a kis store-omat. Nem. Akkor szervusztok!